Harmonikáról azt mondják a zeneértők, hogy az egyik legsokoldalú hangszer, amit meg lehet szólaltatni. Ám igen komoly technikai tudás és előképzettség kell ahhoz, hogy valaki tudjon játszani a harmonikán. Pece István évtizedek óta oktat zenét és tanítja a fiatalabb generációt a harmonikázás minden fortéjára. A tavalyi nagy sikerű bonyhádi fellépés után és a harmonika tábor sikerei után úgy döntöttek, hogy idén ismét megrendezik a tábort, ezúttal a Bátaapátiban. A táborvezető Pece Zsófia azt mondta, nem titkolt célja a tábornak az, hogy ifjú harmonika művészeket faragjanak a növendékekből. Tavaly már volt egy táborunk, egy hasonló, de most idén először vagyunk itt Bátaapátiban, és hát nagyon remélem, hogy a gyerekeknek is nagy örömére, így most már rögtön birtokba vették a játékra alkalmas helyeket, tereket, mi pedig nagyon nagy munkálatokkal készülünk itt az elkövetkezendő napokra, illetve a koncertekre. Kisgyerekek és a nagyobb gyerekek, akik jöttek, ővelük fogjuk megtölteni zenével a teret. Ők kis harmonikások, mint ahogy korábban édesapám is ezen a hangszeren kezdte, Pece István. Én igazából ennek a zenének csak szerelmese vagyok. Én énekelek, zongorázom, kórust vezényelni tanultam, de az igazat megvalva én is nagyon nagy örömmel jöttem már tavaly is, és hát ugyanígy idén is felvértezve sok-sok tudással, anyaggal, mindenféle dolgokkal, hogy a gyerekekkel egyrészt jól töltsük az időt szakma szempontjából, és hát azért játékra is természetesen, hogy fussa itt a napok folyamán. A harmonika népszerűsége azért is érdekes, mondja ezt az egyik táborban tanító zenetanárt, mert a 20. század elejétől egészen a közepéig nagyon kevés helyen lehetett megtanulni ezen a hangszeren játszani, de a 21. század már más sorsot hozott a hányattatott hangszernek. Nem lehetett, vagy nagyon kevés helyen lehetett zeneiskolai keretek közt harmonikát tanulni. Ez egy picit megváltozott, én azt gondolom, az elmúlt évtizedben, mondjuk a 2000-es évektől, sokban köszönhető azoknak a ismert harmonikásoknak, akik bekerültek a tévébe, többek közt Orosz Zoltánnak, vagy a fiatal generációnak biztos sokat mond Szabó Ádám neve, vagy éppen Demen Misi neve, aki a virtuózokban lett ismert és elismert művész. Az ugye köztudott, hogy rengeteg tanulmány van arról, hogy miket fejleszt a zene. Nagyon sok olyan növendékem is van amúgy, akik direkt amiatt jönnek, mert nekik bármiben lemaradás van, akár írásban, akár a két kéz összehangolásában, vagy a kéz finom hangolásában ilyen szempontból, és azt gondolom, hogy ezeken mind tud segíteni a zene. Nyilván egyfajta kikapcsolódás is, és én mindig azt mondom, hogy bár nyilván ezt is mindenki máshogy látja, de én azt gondolom, hogy ha a gyerekek zenével vagy hangszerrel foglalkoznak, az biztos, hogy egy olyan pozitív kikapcsolódást jelent nekik is, ami lelkiekben is föltölti őket. A harmonika táborban évről évre megfordulnak bonyhádi tanítványok is. Koroknai Dalibor is egyike Pece István diákjainak, aki azt mondja, egyáltalán nem bánja, hogy elkezdett ezen a hangszeren játszani, mert rengeteg érdekes műfajt ismerhetett meg a harmonikának köszönhetően. 2 éve harmonikázom körülbelül. Az az igazság, hogy édesanyám látta meg ezt ki volt író, meg volt hirdetve ezt, hogy lehet ilyet ugye játszani, tehát harmonikázni, és azt hogy úgy volt, hogy először az öcsém fog harmonikázni, aztán beavattak engem is, hogy én el kéne vigyem. Na ez odáig fajult, úgymond, hogy nekem is el kellett kezdenem harmonikázni, amit egyáltalán nem bánok. Egy ilyen tábor, ez mindenképpen, mert ez nagyon jó, vagy egy olyan fellépés, amit utána egy tapsvihar kísér, ami tehát felettébb jó érzéssel tölt el. Az ilyen táboroknak az a célja, hogy a fiatalokat közelebb hozzák a harmonikához, mondja Pece István harmonika művész, a kis táboknak azt is elmondta, hogy bonyolultabb ezen a hangszeren játszani, mint ami ennek tűnik. Tulajdonképpen a harmonika minden népnek a kultúrájában egy rendkívül jelentős momentum, teljesen mindegy, hogy sváb, magyar, szláv vagy orosz, mindenkinek a kultúrájában benne van. Valami miatt egy kicsit nálunk ez a dolog hátracsúszott, de most nagyon igyekszünk azon, hogy ismét azt a rangot megkaphassa ez a hangszer, ami egyébként azt gondoljuk, hogy megjárni. A harmonika egy nagyon érdekes hangszer, egy nagyon csodálatos gépészet, ez is nem kell hozzá áram. Tehát teljesen mindegy, hogy egy erdő közepén veszi elő az ember, vagy egy pincében, vagy áramszünet van, akkor is lehet rajta játszani.
gyakorlatilag a hangja egy nagy varázslat, és én magam és gyakorló harmonikásként azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a harmonika hangja megszólal, akkor az emberekbe egy hatalmas nosztalgia ébred, mert nagyon szeretik a harmonika hangját. A zenetanár azt mondja, örül, hogy a fiatalabb generáció is felfedezte magának a harmonika hangját, és ő pedig szívesen oktatja az ifjakat a harmonikázás titkaira.